Most még csak egy egyszerű tető fedi a Tündérkert keleti óvoda Koszorú utcai telephelyét, a napokban azonban napelemes rendszer telepítenek rá. Ez is része a 31 millió forint összértékű teljes energetikai korszerűsítésnek. A beruházás részeként már elkészült a homlokzati és lábazati falak hőszigetelése és a padlásfödém szigetelése, valamint a külső nyílászárókat is kicserélték. Gyakorlatban ez energetikai megtakarítást fog jelenteni, ami a jövőnk szempontjából nagyon fontos, hiszen a fenntarthatóságot, energiatakarékosságot hivatott majd ez a projekt biztosítani. Tehát a napelemes rendszer is ki van számítva az éves fogyasztás, és ez alapján történt ennek a tervezése. És bízunk abban, hogy a gyermekeink már ezt látják, hogy erre is oda kell figyelnünk, hogy energiatakarékosan gazdálkodjunk az eszközeinkkel, illetve felhasználjuk a természet energiáit. A korábban egy csoporttal működő óvoda a 2000-es évek elején két csoportosra bővült, hiszen egyre több gyermek van a körzetben, akiket a szüleik a legközelebbi óvodába szeretnének beiratni. Így most már 50 férőhely várja a kicsiket, akikkel 6 dolgozó foglalkozik. Ez a fajta bővülés is szükségessé és időszerűvé tette az intézmény felújítását. Ez a nagy csomagunknak a része, ez 1 milliárd 134 millió forintot jelent mindösszesen, mert 7 óvodánál pedig teljes korszerűsítés zajlik, és én azt gondolom, hogy ezzel talán 2-3 óvoda maradt ki bölcsőde, ami a következő évre húzódik át, elérjük a célunkat, és hát azt remélem, hogy ennek leginkább haszonélvezői azok lesznek, akik itt vannak, a gyerekek keresztül a szülők és az óvónők, és ezzel tulajdonképpen én azt gondolom, hogy olyan 30 évet behoztunk Nyíregyházán, ami az óvodák bölcsődék állapotát jelenti. Ilyen formán 10 óvoda energetikai korszerűsítése, 7 óvoda komplex korszerűsítése és egy bölcsőde felújítása történik meg 2019-ben a megyeszékhelyen.